Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a több ezer éve abbahagyott Ákosféle mezőstrámon, amely érdeklődés hiányában arra maradt abba, de úgy gondoltam, hogy hát így a magam örömére is befejezem, ne maradjon fele anyag, hanem szeretném végigvinni a dolgot, mert hát ha valaki ide téved, és akkor esetleg kíváncsi ezekre a lemezekre, hát vagy nem, mert én mindig is olyan voltam, hogy nem ez érdekel, akkor szerettem megnézni, hogy néz ki küllemékben, meg is tudott hallgatni róluk. Bár erre nem kerül sor általában. Na most mit látunk? Ez itt nem más, mint az 1956 című Ákos lemez, amely 2006. október 23-án, nem véletlen, melléklete volt az akkor megjelent heti válasznak. És a fókusz elment. Egy egyedi alkalomként a lap mellé lehetett ingyen megkapni ezt a lemezt. Mondjuk azt, hogy egy dal van rajta, tehát igazából semmi extra. Ez akkor még annyira új volt, hogy a lemez ki sem jött, tehát a még közelebb lemez ki sem jött, amit itt reklámoz amúgy a kiadvány. És kifejezetten 1956 50. évfordulójára jött ki ez a dal, mármint előbb, és így fest. Igazából egy papírtokban volt, amelyet én ketté vágtam, és beletettem egy normális tokból, mert sajnos ugye nem ezek sokkal sérülékenyebbek, igazából nem kell nagyra gondolni, tehát itt tényleg csak egy lemezről van szó, ami szerencsére így túlvészelte a évek viharát, és természetesen jó állapotban leledzik. Nagy örömömre, és Ákos is aláért a nagy örömömre. Úgyhogy tulajdonképpen nem tudok erről a lemezre túl sokat mondani, tényleg csak annyit, hogy egy újságmellegletén jött a világra, mint egy kisbaba, és egyedi dolog. Nagy értelme nincsen amúgy ennek a kiadványnak, annyiban, hogy tényleg egy egyedi dologról van szó, egy dal, egy lemez, úgyhogy annyiban érdekes, hát az életben nem fogom ezt így külön hallgatni, bár ki tudja, de mégis van valami varázsa, valami van benne méghozzá. Az a magyar szellem, ami hiányzik az emberekből, a magyar emberekből, elfelejtik hazájuk is, elmennek ide-oda más országokba. Tehát ez egy más történet. Sziasztok! Jön a következő hamarosan.